Start! Ebben a pillanatban elindult a kétkörös, tehát 2400 méteres Detroit handicapünk, aki nagyon jól el tudta kapni a startot az Magic Bucks, illetőleg nála is jobban Zsóka Csordás Emillel, aki már be tud menni a falra rögtön az első kanyarba. A harmadik pozícióban ott ügett Tárkány, aki Tommy Lee követ, aztán Overnight, mint egyedüli második soros, aztán pedig ott van Újpesti Lány, illetőleg Uncia az, aki zárja a sort, és ő egy kicsit ki is van szakadva. Zsóka megpróbálja az iramot megfogni, ezt viszont észleli Bizbak Dániel, aki pillanatok alatt gyorsítani tud, és az érre megy. Tehát most már Tárkány vezet, és folyamatosan igyekszik növelni előnyét Zsókával, illetőleg a többiekkel szemben, aztán kívül Overnight, de belül pedig Magic Bucksot láthatjuk versenyezni, míg bent a falon egyre közelebb üget Uncia is, illetőleg tudott zárkózni, amicskét Uncia, illetőleg Újpesti Lány, aki abszolút a peloton tagja, akkor, amikor a második kanyarban vannak, továbbra is Tárkány vezet, a mögötte pedig ott üget Zsóka. Nagyjából 1700 méter van még hátra a Detroit handicapből, Tárkány előre nagyjából 2 hosszra tehető a másik favorittal, Zsókával szemben. Tárkány és Zsóka kívülről melléjük zárkózik Overnight, a folytatásban Magic Bucks, valamint Tommy Lee párosa. Nagy Ferenc 2-2 idomítottja pedig a sor végén, azért Újpesti Lány helyzete egyszerűbbnek tűnik Unciájéhoz képest. Tárkány biztos elsőként fordul ismét az egyenesre, de több mint egy kör még hátra van ebből a futamból. Tárkány tehát vezet, szép lassan talán Overnight fog megérkezni mögé a második helyre, de Zsóka is nagyon-nagyon kecsegtető helyzetből várja a folytatást. Tárkány, Overnight, Zsóka, a folytatásban Magic Bucks, Tommy Lee és Újpesti Lány. Most már nagyjából csak egy olyan 1100 méterünk van hátra ebből a versenyből. Tárkány miután magához ragadta a vezetést, ő diktálja az iramot, és viszonylag gyorsítani is látszik. Zsóka mellett pedig Overnight színei, aztán pedig ismételten egy kettes fogat, Magic Bucks, illetőleg Tommy Lee és a két Nagy Ferenc ló, Újpesti Lány és a jelentős hátrányát jóvá tevő Uncia ügete jelen pillanatban. Hát akkor most nézzük, hogy kap-e támadást a vezető ló. Tárkány úgy fest, hogy igen, hiszen Overnight elkezdi őt presszionálni az istáló egyenesben, ezáltal tovább gyorsul az iram, harmadik pozícióban pedig ott üget Zsóka, Magic Bucks pozícióját sem lehet reménytelennek nevezni, miközben Tommy Lee is külső spúrba egyre inkább följebben nyomul. Tárkány azonban továbbra is vezet akkor, amikor befordulnak az utolsó kanyarra, belül pedig Zsóka nagyon jó pozíciót vív ki magának. Érik ismételten esetlegesen egy favorit siker, mert ott van Tárkány, ott van Zsóka, igaz, hogy egyelőre Overnight is a front tagja, és most indul el kívülről Újpesti Lány, Nagy Ferenc kettővel utat talált magának, és mint egy gyors vonat Újpesti Lány hirtelenjében megérkezik a vezető lovak mögé. Zsóka menet közben kijön a falról, és megtámadja Tárkány. Tárkány, Zsóka, és most már kívül Újpesti Lány, ez az első három sorrendje jön az utolsó 150 méter középen. Zsóka most már vezet Tárkánnyal szemben. Tárkány, Zsóka, kívül Újpesti Lány, Zsóka vagy Újpesti Lány, nagyon jön Újpesti Lány, de Zsóka vezet, Tárkány visszatámad a falon, Zsóka vagy Tárkány, vagy Újpesti Lány, Csordás Emille, Zsóka megnyeri a futamot, Zsóka, Újpesti Lány, Tárkány, vagy esetleg Tárkány, Újpesti Lány, ez a sorrend, Csordás Emillel, Zsóka idei harmadik győzelmét aratja.